Jó estét kívánok! Aktuális című magazinunkat látják. Tanévkezdés, járványhelyzet, támogatások és fejlesztések. Többek között ezekről a témákról beszélgetek mai adásunkban Herceg Tamás országgyűlési képviselővel. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok! Üdvözlöm a 7.tv nézőit is. Ugye néhány napja mindenhol elkezdődött a tanév, a vírus még nem tűnt el, és éppen az iskolakezdés miatt akár számíthatunk a negyedik hullámra. Önnek mi a véleménye erről? Nem, hogy nem tűnt el a vírus, hanem nagyon is jelen van az életünkben, és a negyedik hullámra is már nem csak számítanunk kell, hogy jön valamikor, hanem minden statisztikai adat egész Európában azt mutatja, hogy a negyedik hullám az itt van már. Ettől függetlenül Európa talán minden országában az átoltottság következtében jelenléti oktatással kezdődött ez év szeptemberében az oktatás, és azt reméljük, hogy ez így is marad, azt reméljük, hogy azzal együtt, hogy a pedagógusok körülbelül 85%-a be van oltva, és kevesebb, mint fele a 12 év alatti gyermekeknek Magyarországon, de mégis egyre növekszik a számuk, tehát azt reméljük, hogy a lehető legtovább fönn tud maradni ez a jelenléti oktatás. Nagyon nehéz volt a digitális tanrend szerint tanulniuk a gyermekeknek, nehéz volt ezt menedzselni a pedagógusoknak, és talán még nehezebb volt menedzselni a szülőknek, úgyhogy jó lenne elkerülni a digitális tanrend szerinti oktatást. Szeptember 1-én becsengettek a Békés Csabai Baptista Általános Iskolába is, ami a Szent László utcai iskola fenntartóváltáson esett ugye át. Miért volt erre szükség, és pontosan milyen formában működik tovább az intézmény? Ugyanolyan formában működik tovább, mint ahogyan eddig, valóban új fenntartóval, a baptista szeretett szolgálat lett a fenntartója ennek az iskolának. Ha megnézzük az elmúlt néhány évben, hogy hogyan alakult a beiskolázás az iskolában, akkor azt látjuk, hogy egy nagyon jelentős mértékű csökkenést tapasztalhatunk. Ugye 107 évvel ezelőtt nyitotta meg a kapuit az iskola, akkor több mint 200-an jártak abba az iskolába, és 100 alá csökkent a létszám az elmúlt esztendőkben, ehhez képest kedvező, hogy most 12 fővel indult el az első osztály. Elnézést, szóval 12 fővel indult el az első osztály, és az új fenntartó szeretne valami olyan profilt kialakítani ebben az esztendőben, ami vonzóbbá tudja tenni az iskolát a diákok, elsősorban a környékben lakó családok és diákok számára. Akkor maradjunk még az oktatásnál. A kormány ugye ingyenes étkeztetést, illetve tankönyvet is biztosít. Mit lehet erről tudni, kik vehetik ezt igénybe? Körülbelül 1,2 millióra tehető azoknak a gyermekeknek a száma, akik ingyenes tankönyvellátásban részesülnek, ez mindenkire vonatkozik. Ugyanígy ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésben vehetnek részt a diákok, ez nyilván nem szeptemberben van, hanem egész tanévben erre számíthatnak a rászoruló családok. Itt több kritérium van, nagy családosság, bizonyos szint alatti jövedelem, és tegyük hozzá, hogy ezek az állami juttatások, de Kétegyházától Békés Csabáig beiskolázási támogatásképpen 5000 forintot adnak ilyenkor az önkormányzatok. És nagyon sok olyan munkáltató van, amely szintén támogatja ilyenkor a családokat. Nyilván nehéz, anyagilag nehéz a tanévkezdés a szülőknek, a családoknak, az a céljainkor az államnak, az önkormányzatnak is, hogy lehetőség szerint mérsékelje ezeket a terheket. Két új szakirányjal gazdagodott a felsőoktatás Békés megyében, ez egy nagyon nagy lépés, miért? Jön a Szegedi Tudományegyetem szervezésében elindul a gépészmérnök képzés és az informatikus képzés Békés Csabán levelező tagozaton, levelező formában. Ez azért fontos, mert nagyon sok éve halljuk azt a nagy cégektől, de akár a kis és középvállalkozások vezetőitől is, hogy ilyen típusú képzéssel, ilyen típusú tudásra szükség van. Nyilvánvalóan tudjuk ezt, de szükség van Békés Csabán, Békés megyében.
Most, hogy elindul ez a képzés, ez annak köszönhető, hogy a pótfelvételi eljárás időszakában jelentkeztek hallgatók erre a két képzésre, de hogyha majd ez a normál felvételi eljárás keretei között a következő tanévtől indulhat, más egyéb képzésekkel, hiszen több képzés egyrészt a Gál Ferenc Főiskola, Gál Ferenc Egyetem tarsajában elképzelései között szerepel, és más újabb képzések pedig a Szegedi Tudomány Egyetem keretei között. Nagyon fontos azért, mert hogy egy felsőoktatási intézmény helyben tartja a lendő értelmiségieket. Nagyon fontos azért, mert hogy tudományos műhelyként szolgálhat, tehát messze többet jelent, mint az hogy 5, 10, 15 vagy 50 diák az iskolapadban ül. Ugye a diákok egyik legfontosabb eseménye talán a garabonciás napok, amit idén is megszerveznek, habár más formában, mint eddig, sokkal visszafogottabb formában. Kérem, beszéljen az idei programról, illetve arról, hogy hogyan lehet majd részt venni az eseményen. Igen, a garabonciás napok egy héttel később lesz, mint ahogy szokott lenni, ugye október 4-től indul, és ami különbség a korábbiakhoz képest az az, hogy a 29. garabonciáson nem lesz Garabon City, ugye? Azért, mert hogy nehéz megteremteni azokat az egészségbiztonsági feltételeket, amik szükségesek most a negyedik hullám időszakában. Attól tartunk, hogy október első hetei azok már bizony olyanok lesznek, hogy elég erős lesz a fertőzésnek a kockázata. Tehát nagy koncertek és Garabon City nem lesz, de diákpolgármester választás, kampány, az iskoláknak egyéni vagy egyedi megmutatkozási lehetősége, és ilyen fő tartalmi csapásirány ugyanúgy lesz, mint ahogy korábban volt. Mi Fodival, Fodor Józseffel, ugye ő a garabonciás napok atya, kitalálója, még sok-sok évvel ezelőtt az ifjházban mi dolgoztunk együtt a garabonciás napokon. Ugye a közelmúltban konzultáltunk, én javasoltam, vagy kértem, hogy konkrét, gyakorlati a klímavédelemmel, fásítással, zöld programokkal kapcsolatos fő csapásiránya legyen a garabonciásnak. Számára ez szimpatikus volt. Több civil szervezettel, diákokkal is beszéltünk erről. Úgy néz ki, hogy ez lesz tehát a garabonciásnak a fő tartalmi mondani valója. Mondom még egyszer, két nagyon fontos eleme nem tud megvalósulni a garabonciásnak a koronavírus járvány miatt. Tavaly el is maradt egyébként, ugye, de ettől függetlenül biztathatjuk a diákokat, hogy lesz garabonciás, és minél többen vegyenek részt rajta. Térjünk is át egy fejlesztésre, ugye megújul a Szabadkígyós és Újkígyós közötti kerékpárút. Kérem, mutassa be ennek a fejlesztésnek a részleteit. Igen, valóban megújul a Szabadkígyós és Újkígyós közötti kerékpárút, de nem csak ezt tartalmazza az a fejlesztési projekt, ami zöld utat kapott, és a tervek szerint 2022 végére befejeződik. Egyrészt egy bő 5 kilométeres szakaszon megújul a kerékpárút, illetve lesz olyan szakasz, ahol új kerékpárút nyomvonal létesül, és emellett a szabadkígyósi Wenckheim kastélyban is lesznek olyan turisztikai célú fejlesztések, amik azt a turisztikai attrakciót, azt a látnivalót, ami miatt érdemes elmenni Szabadkígyósra megnézni a kastélyt, bővíteni fogják. Lesz majd kiállító térben új elem az eddigiekhez képest, lesz múzeumi fejlesztés, lesznek audiovizuális eszközök, amiket lehet majd a kiállítóterekben használni, parkoló létesül, és tulajdonképpen a Szabadkígyós Újkígyós közötti szakasz összeköttetésbe kerül a Wenckheim kerékpárút összességével, tehát itt két nagy fejlesztéshez csatlakozik ez az 580 milliós újabb beruházás. Egyrészt ugye a Wenckheim kastély felújításához februárban lesz meg az átadása egyébként a megújult, megszépült kastélynak, és a Wenckheim kerékpárút fejlesztéshez szintén csatlakozik ez a tulajdonképpen nagyívűnek nevezhető a két települést, vagy akár Békés Csabával együtt három települést is érintő nagy beruházás. Habár már röviden érintettük a járványhelyzetet, most arra kérem, hogy beszéljünk egy picit arról, hogy Békés megye hogyan áll járványügy szempontjából, mire készülhetünk a következő időszakban.
Összetett kérdés ez, mert hogy az elmúlt egy hét alatt 25 új megbetegedést regisztráltak az orvosok, amire azt mondhatjuk, hogy egy nagyon alacsony szám, olyannyira alacsony, hogyha országos összevetést nézünk, akkor a legjobb 5 között van Békés megye, tehát a legalacsonyabb fertőzés számról számolhatunk be. Ugyanakkor, hogyha a nyári időszakot nézzük, ugye, azt mondhatjuk, hogy augusztusban voltak olyan hetek, amikor 5 körül volt a megbetegedések száma. Tehát egyrészt sokszorosára nőtt, ugye, másrészt pedig még mindig nagyon alacsony. Úgyhogy továbbra se tudunk mást mondani tekintettel arra, hogy ez a delta variáns, ez nagyon fertőző képes és súlyos megbetegedést is okozhat, és a 10-20 évesek körében is terjedhet, és tekintettel arra, hogy újra záródnak az ajtók, tehát Olaszországtól, Anglián és Franciaországon keresztül német tartományokig meghozták azokat a döntéseket, hogy tömegközlekedési eszközöket, vendéglátóipari egységeket, különbözőféle szolgáltatásokat csak azok használhatnak, akik oltási igazolvánnyal rendelkeznek. Tehát továbbra sem tudunk mást mondani, minden statisztikai adat ezt igazolja, hogy érdemes oltakoznunk, mert hogy ez ad biztonságot, hogyha nem is az újabb megfertőződéstől, de a betegség súlyos lefolyásától vagy halálos kimenetelétől nagyon nagy bizonyossággal megvéd minket. A jelen állapot egyébként még az, hogy Békés Csabán a szennyvíz koronavírus koncentrációja, koronavírus örökítő anyagának a koncentrációja a szennyvízben stagnál, alacsony szintű és stagnál. Vannak megyék, ahol már ez az emelkedés látszik. Félő, hogy mivel nem vagyunk elszigetelve az ország meg a világ többi tájékától, hogy ez nálunk is ez be fog következni. Vigyázzunk el magunkra, és az oltakozásnak nem szabad abban maradnia. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm a meghívást. Ez volt az Aktuális. Holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk magazinunkkal. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!